Kedves nézőink, remélem, hogy nagyon érdekes beszélgetésnek lehetnek a résztvevői. Dr. Magyar György ügyvéd a vendégem, akit nagy tisztelettel, szeretettel köszöntök Skype-on keresztül, úgyhogy üdvözöllek a stúdióból. Örülök, hogy itt lehetek, üdvözlök mindenkit! Hát kezdjük azzal, hogy ilyen örök igazságot mondok ki, a törvény mindenkire egyformán vonatkozik. És megmondom, hogy miért mondom ezt. Mert eszembe jutott például a kokáér az, hogy ha jól emlékszem, Boris Johnson, egykori brit miniszterelnök is azért bukott meg, többek között, mert amikor hivatalban volt, és ugye a Covid-járvány miatt karantén volt, ő úgy döntött, hogy rá és egy-két barátjára mindez nem vonatkozik, és ezért ő találkozgattak és bulizgattak. És azért ebből volt némi felhorkanás, és többek között ez is vezetett a bukásához. De sokkal egyszerűbb megoldás az ezek szerint, amikor a törvényeket úgy alakítják, mondják sokan jogászok, hogy egy adott személyre vonatkozóan. És erre több, Magyarországon is több példa van. Kettőt jut eszembe, ami szerintem annyira nem biztos, hogy nálam kivágta a biztosítékot, de érdekes, amikor Borkai Zsolt úgy döntött, hogy politikába fog bele, akkor egy darabig ő nem nagyon indulhatott volna politikusi megbízatásért, mert hiszen előtte nem sokkal még hivatásos katona volt. Pim-pam, módosították a rendeletet, vagy a törvényt, és elindulhatott a választáson. A Testnevelési Egyetem rektori székét ennek az elnyerésében is ugye némi módosítás volt azért, hogy Mocsai Lajos lehessen az egyetemnek a rektora. Ezek érdekességek, ugyan nálam a biztosítékot nem vágtak ki, de nyilvánvaló, hogy vannak olyan esetek, amik azért erősebb felhorkanásra adnak okot. Jól gondolom? Péter, te azt mondtad, hogy érdekességek. Én azt mondom, hogy nagyon nagymérvű disznóságok. Ez visszaélés a jogalkotással. A személyre szóló jogalkotás ugyanis minden tekintetben elfogadhatatlan. Te azt mondtad, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő. Ezért a mi jelenlegi hatalmunk már évek óta azt a gyakorlatot folytatja, hogy ha a jogszabály bekeretez valamit, és nem engedné azt, amit ők elhatároztak, akkor mint a gyurmát, átalakítjuk a jogszabályt olyan formációban, hogy megfeleljen a mi szándékainknak. Magyarul személyre szóló jogalkotás zajlik, és visszaélnek a meglévő kétharmaddal, és hogy még legyen valami érdekessége is, ne kelljen a parlamentet feleslegesen fárasztaniuk, a rendkívüli joghelyzettel, a vészhelyzettel még ki is kerülhetik a parlamenti munkát, és kormányzati tevékenységből fakadóan bármelyik jogszabályt úgy alakítják át, hogy az megfeleljen az alapelképzeléseiknek. És most legutóbb például az emberek láthatták, hallhatták azt a disznóságot, nem érdekességet, hanem joggal való visszaélést, hogy Tiborcz István vonatkozásában, és erre Magyar Péter is felhívta a figyelmet, úgy alakították ki előzetesen az adójogszabályokat, hogy és nagy mértékű adóalap csökkentésére nyílik lehetősége, magyarul több milliárd forintot nem kell befizetni a költségvetésbe, mert mint láthatjuk, a magyar költségvetés nagyon jól el van. Következésképpen ez a személyre szóló jogalkotás már szemet szúr, de a jog nem nagyon tud vele mit kezdeni, mert borzasztó egyszerű a válasz, miről beszéltek? Hát van rá jogszabály, na ezzel élnek vissza. Azt mondd meg nekem, légy szíves, hogy egy jogász természetesen a törvényeket, jogszabályokat, ezeket nézi, de mindeközben az embert is valamilyen módon nézni kell, hogy mennyire lehet visszás helyzet egy olyan embernek azért legbelül, aki úgymond egy ilyen személyre szóló jogalkotásnak a nyertese. Mert ő is azért tisztában van vele, hogy hát akkor ezek szerint ez nem olyan egyszerű történet. Csak kérdezem, engem emberileg érdekel. Nem láttam azt, hogy ebből pszichés zavarok keletkeztek volna.
és valaki kórházi kezelésre, a pszichiátert vett volna igénybe, hogy jaj, kedvezményezett vagyok, az a nagykövet sem ment el pszichiáterhez, akit 70 év fölött kineveztek, megváltoztatták a jogszabályt. És az általad elmondott példákban is a nyertes, aki ilyen értelemben kedvezményezett lett, privilegizált lett, nem csinált ebből kabinetkérdést, nem csinált ebből lelkiismeret furdalási kérdést, a társadalomnak nem felel meg. Nem csak a jogász társadalomnak, a teljes társadalomnak az átveréséről van szó akkor, amikor a jogot ennyire szolgáló lányá változtatják, és úgy forgatják, hogy ez a hatalmi érdekeknek megfeleljen, vagy annak a bizonyos egyének legyen kedvező. Nem hiszem, hogy a kedvezményezett oldaláról kell ezt az ügyet vizsgálnunk. A társadalom többsége oldaláról kell vizsgálni, és a jogszabályok pont arra valók, hogy ne legyen káosz, gondolj csak a kresszre, ha nem lennének közlekedési szabályok, akkor mindenki arra menne, amerre látna, és úgy parkolna, hogy akarna, és akár hátrafelé is közlekedhetne. Ezért vannak alapszabályok, ezeket az alapszabályokat kell betartani a társadalomban, és nem szabad olyan jogot alkotni, amely kiváltságokat képvisel. És ez a kiváltság, mondom a turai példát, ugye? A turai kastély példája, mondható? Igen, figyelek. Szintén visszautal a miniszterelnök vejének tevékenységére, a nagy szállodalánc közepette kastélyokat is megszerzett, többek között a turait is. Igen jelentős állami támogatással, igen jelentős hitellel, akár európai pénzekkel is felújították ezt a kastélyszállodát. Majd miután rentabilisan nem tudták működtetni, ezért közölték, hogy itt most már nem fognak vendégeket fogadni, csak nagy fogadásokat fognak tartani. A helyi önkormányzat, hangsúlyozom, nem az állami, egész jelentős mértékű idegenforgalmi adót szabott ki erre a szállodára. De abban a pillanatban, hogy abba hagyták a szállodai szolgáltatást, a tizedére csökkentették a fizetni való adókat. Meg rövidítve ezáltal a bevételeit a helyi közösségnek. Ez van nagyban, és ez van kicsiben. Ami megvan nagyban, az megvan kicsiben. Tehát ez a kedvezményezettség felháborító. Azt mondták, hogy majd a kastélyt mindenki látogathatja, be sem mehetnek. A kertjébe sem mehetnek be. Következésképpen ilyen kiváltságos jogalkotásból fakadóan szerintem társadalmi elégedetlenség keletkezik. De sajnos, és biztos ezt akarod kérdezni, a jog ezen nem igen tud változtatni. Akkor... Lehet panasszal élni a bírósághoz, lehet menni az Európai Bizottsághoz, föl lehet háborodni versenyhivatali oldalról, pereket lehet kezdeményezni. Nem látom, hogy a jog képes ezt reparálni, visszaélésszerű jogalkotásra kapadnak, visszafenülgessen, nem lehet jogot változtatni, meg kell az egész rendszert dönteni 2026-os választásokon. Azt tudom javasolni az állampolgárok, hogy ezeket a bitangságokat jegyezzék meg, és válasszanak úgy, hogy ez a túlhatalom ne tudjon visszaélésszerűen működni. Azt mondd meg nekem, legyél szíves, hogy ugye ez a adótörvény módosítás, ez egy, ha jól emlékszem, egy ilyen saláta törvénybe került bele, tehát egy nagy törvénycsomag, nem tudom, 100. oldalán egy tétel volt. Jogászként mit gondolsz ezekről magáról a saláta törvény kifejezésről, annak a alkalmazásáról? Mert nem tudom, hogy kíváncsi vagyok a véleményedre. Nem én vagyok itt az érdekes Péter. Már az Alkotmánybíróság is megmondta, hogy ez a salátatörvényes jogalkotás teljesen elfogadhatlan és szembe megy az alapelvekkel. Az Európai Bizottság is többször megkifogásolta, hogy a salátatörvények alkalmazhatatlanok. Pont a visszaélést jelenti. El is rejti. Hát gondold el, hogy ez, amit most beszélünk, a 2017-es adójogszabály csomagváltoztatás elrejtette ezeket a bitangságokat, és nem is tűnik föl szinte senkinek egészen addig, ameddig valaki ennek utána nem jár. Utána járt, hála Istennek, valamelyik médium. Következésképpen nagyon nagy jelentősége van itt a nyilvánosságnak, a transzparenciának. De sajnos nálunk Magyarországon, aki ilyen tevékenységet végez, szintén meg lesz bélyegezve. Azt mondják rá, hogy nyugatbérenc, meg sorosbérenc, meg mindenféle. Nem azt veszik le belőle, hogy ezt nem szabadna csinálni, hanem még az lesz a hibás, mint a tükör, tudod,
Belenézzünk a tükör a hibás, és nem mi vagyunk azok. Következésképpen ezeket a kritikai hangokat is elfojtják. Tehát én a saláta törvényeket nem engedném, nem megtiltanám. Egy jogszabály legyen olyan kedves átlátható lenni, legyen olyan kedves egyértelművé lenni, hogy be lehessen tartatni, végre lehessen hajtani. A saláta törvény pont arra szolgál, hogy a lényegi elemeket elrejtse, és a jogi koherenciát megbontja. Erre mondtam én azt, hogy Magyarországon sajnos már hosszú évek óta maga a jogalkotás vált jogellenessé, és ezen csak egy kormányváltással tudunk változtatni. Tehát akkor magyarán szóval jól értettem, azt mondod, hogy az ilyen típusú történéseket, ezeket most, akár a következő választásig senki semmilyen módon nem tudja megváltoztatni. Vagy meg lehet-e győzni valamilyen módon az aktuális kormányt arról, hogy ezeken változtasson? Azért jó ez a példa is, amiről most beszélünk, hogy Tibor Csiszván milyen kedvezményeket kapott eddig is, és kap a jövőben is, és a hasonló a kedvezményezettek mennyire jogon kívüli állapotba kerültek. Nagyon kevés az a büntetőeljárás is, amely megindul a jelenlegi NER lovagokkal szemben, és sokkal több az a büntetőeljárás, amely egyebek korrupcióját tárja fel. Ez az egyenlőtlenség, ahogy te kezdted ezt a mai beszélgetést, a törvény előtt mindenki egyenlő, ezt ki kell egyensúlyozni, vissza kell térni az alapelvekhez, és meg kell hozni azokat a jogszabályokat, amelyek lehetetlenné teszik a joggal való csavargatást, a joggal való visszaélés lehetőségét. Ehhez viszont másik jogalkotási felület kell, meg kell szüntetni a vészhelyzeteket, ami nincs sehol a világon, csak Magyarországon, hogy a kormányzati rendelkezések mehessenek át a jog világába. Nincs társadalmi egyeztetés, nincs hatásvizsgálat, a saját jogszabályaikat, a saját alapszabályaikat, a törvényalkotási jogszabályt is megsértik. Következésképpen ez a rendszer velejéig romlott, ezt sem a jogászok, sem a társadalom egésze nem kell, hogy tudomásul vegye. Aki tudomásul veszi, az birka. Közel vannak a választások, én azt tanácsoltam a saját blogunkban is, lehet olvasni, készítsenek az emberek egy naplót vagy egy jegyzetfüzetet, és írják fel ezeket a hosszú évek alatt összegyűjtött disznóságokat, és amikor bemennek a választóurnák közelébe, szavazófülkékbe, vegyék elő, és emlékezzenek vissza, hogy mi történt az elmúlt időszakban, miért van szükség lényegi változtatásokra az emberekért, társadalom és a demokrácia érdekében. A visszaéléseket csak így tudjuk a jövőre nézve megszüntetni. Az elmúlt sérelmeket nagyon nehéz már a jogeszközeivel orvosolni. Ez egy betegség. Ez egy betegség, amit gyógyítani csak ezzel az alapvető tevékenységgel tudjuk. És ugye akkor ezek szerint az Európai Unió, amely zajlik továbbra is a jogállamisági vita, ebben az ügyben nem tud lépni. Igen, és pénzeket vonnak el Magyarországtól, és ez mindannyiunk megissza a levét. A GDP 4-5%-át visszatartja Európa, mert nem hajlandó olyan országnak pénzeket juttatni, amely korrupt módon használja fel, és az EU-s pénzekkel visszaél. Oligarchikus társadalmi berendezkedés, feudalista társadalmi berendezkedés a demokratikus Európában elfogadhatatlan. Jó, hogy már hosszú idő alatt az Európai Bizottság is rájött arra, hogy Magyarországgal más módon kell bánni, mint a többi viszonylag jogkövető állammal. Következésképpen ez a pénzvisszatartás nagyon fájdalmas a társadalomnak. Láthatjuk, a költségvetés kilukad, egyéb hitelekre fognak fanyalodni, az egyéb hitelek már drágábbak lesznek, ha nem mi, akkor majd a gyermekeink és az unokáink fogják valamilyen formában igen jelentős többletköltségekkel visszafizetni. Nem kell ezt tudomásul venni, változtatásra lesz szükség. Értettem a dolgot, azt gondolom, hogy végigjártuk ezt a témát, továbbra is úgy vagy, amint te szoktad hangoztatni, hogy szeretnél bizakodni a jövőt illetően? Igen, ezt szoktam mondani, hogy nem vagyok optimista, de szeretnék optimista lenni. Abban bízom, hogy a megfelelő kommunikációval talán az embereknek egy nagyobb hányadának tudjuk felnyitni a szemét, és rádöbbenteni őket arra,
hogy meg vannak vezetve. Remélem az ellenzék is összeszedi magát, ezért akarok optimista lenni, és el tudja juttatni a gondolatait, alternatív javaslatait az állampolgárokhoz, hogy a választásokon tessék józan ésszel gondolkozni, és a saját bőrükön tapasztalt bitangságokat ilyen értelemben megváltoztatni. Mindig lesznek kedvezményezettek, azoknak nagyon megfelel ez a rendszer, azok nyilvánvalóan a fenntartása mellett fognak szavazni, csak az lenne szerencse, hogyha a változás irányába többen elmozdulnának, de ez nagyon fontos. A figyelem, mert mindenki politizál, ha akar politizálni, hanem itt él ebben az országban, és a saját bőréről van szó. Nem kell elfogadni, hogy az emberek felett hozzanak olyan döntéseket, amely csak kiváltságosoknak ad lehetőséget, és a többséget ilyen értelemben hátrányba hozza. Ezért van szükség a változtatásokra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és legközelebb innen folytatjuk. Remélem, akkor is lesz valami hasonló érdekes téma. Elnézést kérek, hogyha túl feszült voltam, de nem feszült vagyok, hanem csak felháborodott, és meggyőződésem, hogy az embereknek megfelelő világos képet kell látniuk, hogy okos és jó döntéseket hozhassanak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.